A lazításoknak köszönhetően Erdély szerte megtarthatták a középiskolák a ballagási ünnepségeket, amelyeknek a jó idő is kedvezett. A nyáregyszeredai Bocskai István Elméleti Liceum diákjai ma délelőtt vettek búcsút az Alma Mátertől. Utoljára szólalt meg az iskola csengő a nyáregyszeredai Bocskai István Elméleti Liceum végzős diákjainak. Az osztályfőnöki óra után a diákok az iskola udvarán sorakoztak fel 2 méteres távolságra egymástól. Mivel a járvány miatt a hagyományt meg kellett szakítaniuk, így a hagyományos felvonulás helyett névsorolvasás közben minden diák hangos jelennel jelzett. Az idei évben 4 év folyam ballag. Úgy szerveztük meg, hogy a 11. szakiskolások is most ballagjanak el együtt a 12. elméleti osztályban végző diákokkal. Elméleti osztályunk 2 ballag, összesen 44 tanulóval, és a szakiskolából 39 tanuló ballag ki az iskolánkból. A végzősöket az iskola vezetősége mellett a szülői bizottság és a nyáregyszeredai önkormányzat képviselője is köszöntötte, majd a 11-esek beszédekkel, szavalattal és énekkel búcsúztak a ballagóktól. Ezt követően a ballagó diákok képviselői köszönetet mondtak az iskola vezetőségének, tanáraiknak és szüleiknek, hogy segítették, egyengedték az útjukat az elmúlt 4 év során. A diátadók utánstábunknak sikerült elcsípnie az egyik végzőst, akit a 4 év alatt szerzett tapasztalatairól kérdeztük. Számomra ez a 4 év a tudás mellett sok szép emléket és tapasztalatot is adott egyaránt, és nekem ez volt a fontos, hogy pozitív emlékekkel gondoljak vissza az itt eltöltött éveimre. Az ünnepség végén a végzős osztályok felengedték a piros, a fehér, a zöld és a kék léggömböket, a szeretet, a tisztaság, a reménység, illetve a végtelenség jelképeként.